ismét köszöntjük a nézőket. Jakab István, a Magyarország Gyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, a Magyar Gazdatársadalom egyik vezető képviselője vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Egyfelől nem tudom, hogy önnek mennyire jó ez a helyzet, hogy ön politikus, az országgyűlés alelnöke, de az országgyűlésről, az országgyűlési munkáról általában keveset szokták kérdezni, mert ami a magyar agráriumban van, az minden embert foglalkoztat. Míg ami az országgyűlésben történik, azt vagy figyeljük, vagy nem, embere válogatja. Én szerintem ez nem olyan kényelmetlen helyzet, vagy hogy gondolja? Tudja, nem kényelmetlen helyzet, de egészen őszintén. Hát egy politikus talán nem probléma, ha ért is ahhoz, amiről vitatkozik és dönt. Igen. Azt gondolom, ha megnézik, és tényekkel hadd támaszom alá, ha megnézik, hogy az elmúlt időszakban milyen agrárium sorsát, a magyar agrár élelmiszertermelés ügyeit befolyásoló jogszabályokat fogadtunk el. És ha megnézik, hogy milyen arányban, akkor ebben a vitáktól túlzottan és a nemtelen vitákkal túlzottan terhelt Magyarország gyűlésben már szinte üdítő kivétel volt, amikor az ellenzéki képviselők is támogatólag viszonyultak. Miért? Azért, mert oda tettük a szakmát, rengeteget vitatkoztunk előtte, pontosan, hajszálpontosan kivitattuk, hogy adottságaink közigazodban mi a legjobb módszer, mi a legjobb megoldás. Tehát nézze, ez számomra a Jóistennek egy különleges ajándéka és lehetősége, hogy úgy szolgálhatok, hogy amit szívből teszek, ami lehetőség, azt tegyük oda az asztalra valamennyiünk érdekében. Így is lehet dolgozni. Én ezt egy különleges lehetőségnek tekintem, hogy a Jóisten ezt megadta. Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy a szakpolitikus, mint kifejezés, az kifejezetten hasznos, nem bántó, és őre ezt akkor nyugodtan állíthatjuk. Én köszönöm szépen, számomra ez nagyon megtisztelő. Ha már akkor magyar agrárium és a törvények, mindenféle hasznos, az agrárium jövőjét befolyásoló törvényjavaslatot fogadtak el, ezt az előbb említette. Ez a hétköznapokban a fogyasztó szempontjából hogyan jelenik meg? Kérdezem azért, mert mindeközben olvasok engem, hát elrémisztő, talán kicsit erős kifejezés híreket, hogy itten készülni kell áremelkedésekre a különböző mezőgazdasági termékek tekintetében. Tojás, hús, zöldségek. Mit tegyünk ilyenkor? Egy picit nézünk a dolgok mögé. Ezt szerettem volna. A helyzet a következő. Talán emlékeznek még a kedves nézők, és valamennyien emlékszünk rá, hogy amikor a Covid-járvány miatt szörnyű híreket kaptunk, akkor elindult egy felvásárlási láz. És én magam és kollégáimmal jártuk a különböző stúdiókat, hogy emberek, nyugalom. Emberek, nyugalom, mert van élelmiszer, minőségi élelmiszer, megoldjuk a logisztikát, és lesz mindig a boltokban kiváló minőségű magyar élelmiszer. Tehát képesek voltunk, mert Magyarországon több mint 20 millió ember számára képesek vagyunk élelmiszert, kiváló minőségű élelmiszert előállítani. Ez az egyik kérdés. Ami viszont fontos, hogy nem csak az Európai Unióban ugye egy egységes piacon vagyunk, egy hatalmas verseny van, de az Európai Unió is a világpiacon, mint egységes gazdasági tér is, a világpiacon egy szereplő, egy versenyző. Tehát akkor, amikor a magyar gabona árak beállnak a tonnánkénti 70 ezer forintos szintre, amikor a szója ára eléri
a tonnánkénti 170 ezer forintos szintet, akkor nem a magyar, nem az európai, hanem a nemzetközi piacok határozzák meg. Igen. Amikor a chicagói tőzsdét nézzük, hogy hogyan alakulnak az árak. Tehát magyarul oda akarok kiukadni, hogy igen, tehát a termelő, aki egy hatalmas, hogy mondjam, beruházás során tud termelő kapacitást létrehozni. Neki nincs más lehetőség, mint azt működtetni. Tehát valahol termelés-fogyasztók között és feldolgozók között valahol egy olyan rendszernek kell kialakulni, ahol a megfelelő árrésekkel mindenki túl tudja élni ezt a nehéz helyzetet. Igen. Itt tartunk most. Konkrétan, hogy néz ki most, mi várható? Nézze, átnéztem én magam is a rendszert. Úgy néz ki, hogy a tejtermelők esetében körülbelül az a literenkénti 10 forintos áremelés, az talán valamilyen módon megoldást adna a termelőnek is, meg megoldást adna a feldolgozónak is. Valahol osztozni kell azon a nehézségen is, mert nem lehet a termelőt önköltség alá szorítani. A hús tekintetében szintén én nem akarok most árakat meghirdetni. Persze, világos. Kérem, ezt fogadják kell tőlem, de most én tendenciákról beszélek. A 35-50 forintos ár növekedés az ezt a közel 50%-os takarmány emelkedést azt kompenzálni képes. Tehát hogy mondjam, ez azt jelenti, hogy a termelő valamivel az önköltségszint fölött marad, mert pillanatnyilag például alatta vannak. Gondoljuk el, a baromfit nagyon szeretjük. Ugye a baromfit elsősorban főleg pulykások vannak nehéz helyzetben, az úgynevezett horeka szektor az, amikor a turizmus beindul, akkor gyakorlatilag ez az ágazat arra termel. Lábon eladják szinte az összeset. Igen, na most a turizmus most ugye nagyon a járvány miatt szinte leállt. Mindenki küzd, mindenki nehézségekkel küzd. Mi történik? Ahhoz, hogy nekem időben, ha most helyreáll a rend, ahhoz, hogy nekem időben pulykahús legyen, vagy libahús, vagy kacsa, bármilyen baromfi, elegendő mennyiségben, amikor elindul a turizmus, igen, ahhoz nekem már le kell telepítenem a tenyészállományt, hogy tojást termeljek, keltetni tudjak. Tehát ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Ezért van az, hogy egyes ágazatokat úgy kell segíteni, vagy megsegíteni, hogy túléljék, mert a termelői alapokat meg kell tartani akkor is, amikor a gazdának nem éri meg a termelés. Értettem. Almázunk még egy picit. Igen. Én egy alma bolond vagyok, tehát ha lehet, folyamatosan enném. Azt látom, hogy amikor beindul a nagy szezon, akkor lengyel almák, alma hegyek a különböző boltokban, míg akkor ezek szerint a szabolcsi alma megy a feldolgozóhoz. Kérdezem én. Persze lehet, hogy csak csacsi dolgokat feltételezek. Meg tud jelenni a magyar alma a magyar piacon is? Jó hírem van. Meg tud jelenni az alma, a magyar alma a magyar piacon, de mivel egy egységes piac van, és verseny van, és a lengyelek annó egy nagyon komoly fejlesztést valósítottak meg, és ugye a klímaváltozás is segíti ezt a folyamatot, mert szépen húzódik most már a minőségi gyümölcstermesztés északabbra is megvalósítható, jelentős fejlesztést valósítottak meg. Na most, nyilván gabona és gyümölcs például. Bizony, nagyon gyakran jön úgy be a lengyel alma, hogy közben a gabonát megviszi vissza. Tehát nagyon jól szervezik a fuvarokat, de szeretném elmondani, hogy képesek vagyunk, de komoly fejlesztések most indulnak meg. Őszintén meg kell mondjam, hogy az ültetvényfejlesztésben, a különböző korszerű fajták telepítésében
az ágazat egy picit bealudt, és itt főleg a kutatókat kritizálom. Főleg a kutatókat, mert a kutatónak mindig elő kell menni, neki az a dolga. Ő neki másképp kell, hogy működjön az agya. Neki a jövőt kell kutatni. Sajnos nincs most itt a Breyer Péter barátom, vele szoktam sokat beszélni arról, hogy én több alkalommal jártam Izraelben. Voltam az izraeli mezőgazdasági kutatóintézetben. És az ottani főigazgatóval történő beszélgetésünk kapcsán, hogy mennyire haladnak előre, hogyan gondolkodnak, azt a gondolkodásmódot én megismertem. Sokszor mondom a kutatóknak, hogy intenzívebben tervezzék a jövőt, és azt nem szabad még egyszer megélni, hogy idejön egy külföldi vevő, jelentős mennyiséget vásárolna, és nekünk abból a fajtából mindössze 100 hektár van. Igen. Kérem, lehetetlen. Igen, ez egy hiba volt, most az ágazat nyilván egy komoly fejlesztésen megy keresztül, de nekünk most 10 000 hektár almaültetvényt ki kell selejtezni ahhoz, hogy a legkorszerűbb almafajtákat eltelepítsük úgy, hogy gyakorlatilag már nagy hozamokkal, nagyobb jövedelemmel, és bizony nem szégyen tanulni a japánoktól, majd robotokkal tudjuk minőségben, sérülésmentesen betakarítani ezt az almát. Sajnos itt tartunk, bizony a munkaerő minőségre is nagyon oda kell figyelni. Tervezhető jövő, ezt mondta az előbb. Van még egy területe a magyar agráriumnak, ami persze nem csak az agráriumot érinti, de jelentős részben érint a magyar agráriumot is, és a tervezhetőség és a jövő is nagyon fontos szerepet kap, ez pedig a vízgazdálkodás. Azt tudjuk, hogy nem, sokan nem értik, amikor azt mondjuk, hogy kiváló vizeink vannak, minőségben, mennyiségben, de ezt ugye nem szabad elherdálni, erre oda kell figyelni. És arra is ugye oda kell figyelni, hogy a magyarországi vizeket, élővizeket, folyóvizeket, stb. Hogyan használjuk fel az agráriumban. És ugye ilyenkor jön az, hogy tervezhető jövő, fejlesztés, beruházás. Jól tudom? Most lenne jó, egy fél óra beszélgetünk, de még ami nincs. Csak azért is fogunk rá alkalmat teremteni, majd egyeztetünk, mert engem ezt nagyon foglalkoztat. Akár egy kerekasztal, akár a nézetek ütköztetése is pontosan időszerű lenne, ezt a saját kollégáimnak is mindig mondom. Következő a helyzet. A klímaváltozás nem várható, nem lesz, hanem van. Megváltozott a klíma. A Kárpát-medencében mi csodálatos lehetőségekkel rendelkezünk, és ezt a vizet meg kell fogni, meg kell tartani, nem szabad, hogy a vízszint süllyedjen. A legkorszerűbb technológiákat csak akkor tudom alkalmazni, a digitális agrárstratégia kész, a precíziós gazdálkodás összes elemeit alkalmazzuk Magyarországon, de ha nincs víz, én bármit, bármilyen tudást alkalmazhatok. Bármilyen mértékben képes vagyok arra, hogy ellenőrizzem a növény állapotát. Ha nem tudom a tápanyagot odajuttatni, akkor nagyon nagy baj van. Tehát nekünk erre oda kell figyelni. A víz megvan, nekünk egy lehetőségünk van, olyan technológiai rendszereket alkalmazni, amivel hasznosítjuk az itt lévő vizet. Ugyanis Magyarországon ma az összes terület 2%-át öntözzük. Az Európai Unióban ez körülbelül 12-14% átlagban. Igen, az összes területnek mindössze 2%-át öntözzük. Most ráadásul... A többit azt rábízzuk a természetre? Igen, a többit a természet határozza meg. És az előbb, amikor arról beszéltünk, hogy kiváló minőségű gyümölcs, ma már a francia hatalmas szőlőtermő területeken sem telepítenek szőlőt úgy, hogy ne legyen csepegtető öntözés. Ma már nem lehet öntözés nélkül ültetvényt telepíteni. És itt van a probléma, amikor azt mondom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alma mekkája. Ott érzékeny vízbázison vagyunk, tehát ha nem tudok felszíni vizet
odavenni és vinni és biztosítani, ha nem tudom a vizet megfogni, ha nem tudom tározóban a vizet megtartani, és akkor felhasználni, amikor ez szükséges, akkor komoly gondban leszünk. Nem akarjuk visszaadni az akácnak a gyönyörű, nyírségi gyümölcstermőt, vagy területekre, vagy szatmári gyümölcstermő területeket. Tehát magyarul a víz az élet, ezzel mi rendelkezünk, és nyilván kész a stratégia. Nyilván most zajlanak a munkálatok, tehát nyilván ezt a kormány érzékelte, de ami mondjuk 30-50 éves elmaradás, azt nem lehet 3-5 év alatt teljesen bepótolni. Virágos. Ahhoz, és hadd mondjak egy számot, a magyar agrárkibocsátás ma 2900 milliárd forint évente. Ez 5000 milliárdra évente emelhető lenne, de ehhez kellene egyszeri, legalább egy 5 évig tartó olyan vízgazdálkodási fejlesztés, ami 5000 milliárdból valósítható meg. De ez a legjobban megtérülő beruházás lenne Magyarországon. Ekkor tudnánk igazán a termelést, most bocsánat a szóhasználatát, diverzifikálni. Értem. Akkor tudnánk új növényfajokat, mert megváltozott a klíma, tehát növényfajokat, olyan növényfajtákat köztermesztésbe vonni, ahol meg tudjuk duplázni a hozamot kiváló minőségben. De ehhez még egyszer korszerű vízgazdálkodásra van szükség. Ezen dolgozunk, ez egy hatalmas munka, mert rendbe kell tenni a határ infrastruktúrát, ki kell alakítani, ez egy óriási feladat. Ez egy nemzeti összefogást igényel. Én hiszem, hogy még talán az én életemben, ha az utolsó szakaszában is a szakmai életemnek ezt a feladatot még tudom segíteni, támogatni. Hát ebben bízom én is, és most, hogy megbeszéltük azt, hogy fogunk még találkozni, és csak a vízgazdálkodásról beszélgetni, ennek nagyon örülök, és ahogy remélem azt is, hogy tegnap ugye hallottam, hogy tegnap volt a politikai vitája 2021-27-es uniós költségvetésnek a parlamentben, hogy nagyon remélem, hogy lesz elég erejük ahhoz, hogy az agrárium és ezenből a vízgazdálkodás is megfelelő súlya legyen képviselve. Mindent megteszünk érte. Én a közéletben valamivel több mint 30 éve minden nap és minden percben ezt tartom szem előtt. Azt gondolom, hogy munkatársaimmal együtt, nem csak itthon, hanem Brüsszelben is megvan a súlya a szavunknak, remélem legalábbis, hogy értőfülekre talál. Én is remélem. Köszönöm, hogy vendégünk volt, és köszönöm elvárjuk szépen. Legközelebb is. Köszönöm szépen a lehetőséget.